Görögország nem fizetett határidőig, ám az ország kormányfője levelet küldött éjszaka a nemzetközi hitelezőknek. Alexis Tsipras hangnemet váltott, és hajlandó elfogadni a hitelezők feltételeit apró változtatásokkal. Az éjfélkor lejárt program meghosszabbítását kéri, és újabb mentőcsomagra tart igényt. A görög miniszterelnök konkrét javaslatokat írt levelében. Elfogadná az áfa szabályozás hitelezők által kért reformját, azzal, hogy megtartaná a görög szigetek 30%-os áfa kedvezményét. A nyugdíjreformmal kapcsolatban annyit kér, hogy ne azonnal, hanem csak októbertől kezdjék el emelni a nyugdíjkorhatárt, amelynek 2022-ig kell elérnie a 67 éves kort. Az uniós politikusok többféleképpen reagáltak. Egyesek szerint még mindig van esély a megállapodásra, mások már nem tartják lehetségesnek a megegyezést. A francia pénzügyminiszter például reméli, hogy még a külföldi hitelezők által ajánlott segélycsomagról kiírt népszavazás előtt megszületik a megállapodás Görögország és a hitelezők között. A német pénzügyminiszter szerint viszont semmi nem változtatott a tényen, hogy éjfélig nem történt meg a megállapodás, és jelenleg nincs alapja annak, hogy komoly tárgyalásokat folytassanak Görögországgal. Kedd este Athénban legalább 20 000-en tüntettek a nemzetközi hitelezők által kidolgozott reformjavaslatok mellett. Igennel szavaznak majd a vasárnapi referendumon, és arra biztatják az embereket, hogy ők is tegyenek így. Szerintük csak úgy kerülhető el az államcsőd, ha elfogadják az Európai Központi Bank és a Nemzetközi Valuta Alap közös reformjavaslatait. Ha a népszavazáson elutasító döntés születik, egyre nagyobb lesz az esélye annak, hogy Görögország távozni kényszerül az euróövezetből. Egyébként kisebb tolongás alakult ki a görög bankfiókok előtt. 1000 pénzintézet nyitott ki szerdán, de csak azok a nyugdíjasok vehetnek fel pénzt, legfeljebb 120 eurót, akiknek nincs bankkártyájuk.